Szeretettel köszöntök mindenkit a mai videómban, azt fogom részletesen elmagyarázni és megindokolni, hogy miért kezdtünk országos aláírásgyűjtési kampányba a WHO szerződéssel, úgynevezett pandémia szerződéssel kapcsolatban. És tulajdonképpen Szakács Árpád lesz a segítségemre, aki egy több részes sorozatot indított a Magyar Jelen című hírportálon. És ebben a sorozatban leírja, hogy mi áll e mögött a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezettel kötendő szerződés mögött. Nyilván nem fognak meglepődni, de a Világgazdasági Fórum, illetve az úgynevezett Agenda 2030, ugye amikor 2030-ra már nem lesz semmink, de a Világgazdasági Fórum szerint mégis boldogok leszünk. Szóval ezt az egész történetet tartalmaz a árpád több részes sorozata amelyet akinek van kedve, el tudja olvasni, sőt, ajánlom, hogy mindenki olvassa el. Itt a leírásban, itt a link mind a három eddig megjelent résznek a linkje, tehát ott is el lehet olvasni. Ebben a mai videómban egy zanzásított változata lesz szóban elmondva, videóban elmondva ennek a sorozatnak. És hát természetesen beszélnünk kell arról, hogy ki irányítja a WHO-t, az Egészségügyi Világszervezetet. Őről már az elmúlt években nagyon sok videót készítettem. Ugye ő az a Tedros Adhanom Ghebreyesus, aki etióp miniszter volt, őt már talán ismerhetik. A WHO-t, az Egészségügyi Világszervezetet, tehát ez az etióp politikus, az előbb említett Tedros Adhanom Ghebreyesus vezeti aki még az amerikai egyesült államok által is terrorszervezetként szervezetként nyilvántartott Tigréi Népi Felszabadító Front egyik vezetője volt. Ez a marxista terrorszervezet az Amhara nemzetiség ellen gyakorlatilag népírtást hajtott végre. A hágai Nemzetközi Bíróság előtt kellene felelnie tömeggyilkosságokért és kínzásokért, továbbá terméketlenséget okozó praktikákért, gyakorlatilag etnikai tisztogatásért, amiket az ellenségként kezelt Amhara népcsoporton hajtottak végre. Népszámlálási adatok szerint az Amhara népesség egy dicstelen időszak után Etiópiában két millióval csökkent. Nem a régmúltban elkövetett tettekről van tehát szó, hiszen európai szemmel barbár cselekményei 2018-ig folytak. De nem csak arról van szó, hogy egy marxista terrorszervezetnek a harmadik számú vezetője volt, Ted Ross, aki ugye vezeti a WHO-t, az Egészségügyi Világszervezetet, hanem számos videóban mutattam már be azt is, hogy hogyan vetül a korrupció árnyéka az egész szervezetre, hiszen adományokból, ha úgy tetszik, szponzoráció által tudják fenntartani a WHO-t, az Egészségügyi Világszervezetet, és hát kik a szponzorok? Éppen azok a gyógyszeripari nagy cégek, a Big Pharma vakcinagyártók, akik igencsak érdekeltek minden egyes ilyen járványban vagy járvány kitörésben, így aztán a gyanú árnyéka, nem csak a korrupció, hanem minden egyéb sötét gyanú árnyéka vetül az egész szervezetre. Ezért is nagyon fontos, hogy tudjanak arról, hogy mi ez a WHO szerződés, amit most a világon minden országra rá akarnak erőltetni. Jövő májusig egy nemzetközi jogi álcába bújtatott folyamat veszi kezdetét, aminek első állomása most, szeptember 20-án az ENSZ közgyűlésen volt. Semmilyen tájékoztatás, semmilyen információ nem jelent meg erről Magyarországon, sem a jobboldali, sem a balliberális média felületek nem adtak ennek hangot, ugyanúgy összezártak most is, mint a Covid idején tették. Pedig az életünket a jövőben jelentősen befolyásoló egyezményről van szó. Konkrétan egy olyan dokumentumot akarnak elfogadni, amelyben a világtörténelemben először egy világkormány létrehozásának a kereteit teremtik meg. Ennek tartalmi elemei a második legfontosabb és igazán lényeges dokumentummal lesznek majd lefektetve, ez a WHO úgynevezett egészségügyi szabályzata, az úgynevezett IHR rendelkezések, amelyek idén december 1-én válhatnak hatályossá. -e. Ez már önmagában is döntő jelentőségű lehet, de most induljunk el az elejéről. Lássuk először, mi is az a PPPR, vagyis Pandemic Prevention, Preparedness and Response, mit tartalmaz ez, és vajon mi az, amit a magyar kormány nem szeretne, hogy önök is megtudjanak. Novák Katalin államfő Magyarországot képviselve a 2023. szeptember 20 és 22 között megtartott ENSZ közgyűlésen olyan megállapodáshoz asszisztált, adta a nevét, amelyről semmilyen tájékoztatást nem adott a magyarországi média, nem tájékoztatták a magyarországi közvéleményt sem arról, ami pedig mindannyiunk életét alapvetően meghatározhatja itt a jövőben. Ennek első állomása egy, a már említett ENSZ közgyűlés elé terjesztett, és Magyarország részéről elfogadott dokumentum a PPPR teljes nevén, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a pandémiák megelőzésére, az azokra való felkészültségre és reagálásra irányuló magas szintű találkozójának politikai nyilatkozata. A dokumentum magyar idő szerint csütörtök hajnalban került az ENSZ közgyűlés elé, és az ENSZ 193 tagállama közül mindössze 11 ország utasította el. Ezek az országok a következők. Fehér Oroszország, Bolívia, Kuba, Észak-Korea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Oroszország, Szíria, Venezuela és Zimbabwe. Jelenleg éppen vita van arról, hogy az ellenszavazatok miatt érvényes-e a PPPR, de a mi szempontunkból nem ez a lényeges, egyébként valószínűleg nem. Tehát az előbb említett 11 ország talán meg tudja akadályozni ennek az életbe léptetését, de a mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy mihez járult hozzá Novák Katalin és Orbán Viktor miniszterelnök. A mi Hazán képviselője, Dúró Dóra, az országgyűlés alelnöke a parlamentben szerette volna szóra bírni Orbán Viktort, de a magyar kormányfő ezen csak nevetgélt, sőt viszont válaszában egy szót sem reagált a WHO terveire. A már említett PPPR tervezet már június 3-án megjelent a WHO oldalán, és minimális módosításokkal került a közgyűlés elé. De akkor lássuk részletesebben, hogy mi is ez, amin Orbán Viktor olyan jót nevetgélt ott a parlamentben, és arra sem méltatta, nem csak és a Mi Hazánk mozgalmat, hanem a magyar közvélemény sem, hogy egyáltalán részletesen beszámoljon arról, hogy mi is történt itt az ENSZ közgyűlésen. A nyilatkozatnak szinte minden pontja érdemes lenne arra, hogy egyenként kitérjünk rá és megvizsgáljuk közelebbről, de nézzünk most csak pár érdekességet. A harmadik pontban többek között a nyilatkozat aláírói, aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a járvány veszélyes betegségek kialakulása és újbóli megjelenése tovább gyorsul. No, hát ugye már megint ezek a jövőbe látók, akik már látják, hogy egyre több járványjal kell majd szembenéznünk. Ugye doktor Letoha Tamás, Magyarország legjobb kutatóorvosa, mondta el nekem, és több beszélgetésemben kitértünk már arra, hogy ők maguk is, tehát a magyar Kutatók is elő tudnának állítani laboratóriumban olyan vírusokat, kórokozókat, nem csak vírusokat, amelyekkel pandémiát, akár világjárványt is el lehet indítani. Hát akkor képzeljük el, hogy a kínai vagy az amerikai laboratóriumokban mikre lehetnek képesek. Na ezért nagyon veszélyes mindez amire itt a WHO hivatkozik. Oh, well, we have to do two things at once. We have to bring this epidemic to, the, to an end, uh, primarily by getting the vaccine out in large numbers to the entire world. And we have to make sure that we're ready uh, because there will be another pandemic. Egy stratégiadokumentumot dokumentumot fogadunk el, stratégia 2030-ra. A dokumentum szerint, és Magyarország ezzel teljesen egyetért, az előttünk álló évtized az a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz, és föl kell készíteni a tagállamokat és a NATO-t is arra, hogy ezekre a kihívásokra választ tudjon adni. Valóban a nemzeti ellenálló képességek megerősítése a főpontja ennek a stratégiának, és erről fogunk beszélni. Szerintem meg is egyezünk, majd Magyarország egyébként ebben nagyon aktív, legyen szó szóval a pandémia elleni küzdelemről, vagy éppen. A migrációval szembeni föllépésről nekünk van mit mondanunk, és tudunk mind beletenni a közösbe. A nyolcadik pont egy érdekesebb kérdést veszeget, abban ugyanis a nyilatkozó felek üdvözlik a nemzetközi együttműködés és a globális szolidaritás nemzetközi kereteit, azaz magyarra fordítva. Egységesen kötelező oltások, digitális egészségügyi igazolványok szerepelnek ebben a pontban. A nyilatkozat több pontja hivatkozik 2030-ra, a 2030-ig tartó fenntartható fejlődési folyamat menetrendjére. Tudják, az a 2030, amikor majd attól leszünk boldogok, hogy nem lesz semmink, ahogy azt a világgazdasági fórum üzeni nekünk. Ugyanis az egyébként Orbán Viktor kormányának is támogatását élvező agenda 2030-ban található fenntartható fejlődési célok közé tartozik, a globális egészségügyi kérdések WHO általi központi koordinálása is. A legfontosabb rész a tízes pontban szerepel, amely a következőt mondja ki. Előmozdítjuk a nemzetközi együttműködést és a globális szolidaritást az egészségügyi rendszerek ellenálló képességének, és helyreállításának előmozdítása érdekében a kormányközi tárgyaló testület és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításával foglalkozó munkacsoport munkája alapján és azzal összhangban. Ez az Egészségügyi Szabályzat, az IHR, az a dokumentum, amely tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeken keresztül elveszik az országok szuverenitását, és a WHO főigazgatója kezébe globális hatáskört adnak. A tízes pont tehát egyfajta beleegyezési szándéknyilatkozat abba, hogy az IHR felülírhatja a nemzeti hatáskört. Mert mi is a probléma ezzel az IHR-rel? Sokkal nagyobb a baj, mint azt először gondolnánk. Ez David Bell segíti nekünk megérteni, aki a Brownstone intézet vezető kutatója, Közegészségügyi szakorvos és biotechnológiai tanácsadó a globális egészségügyben. Korábban az Egészségügyi Világszervezet, tehát a WHO orvosaként és tudósaként dolgozott, valamint a Genfi Innovatív Új Diagnosztikai Alapítvány maláriával és lázas betegségekkel foglalkozó program vezetője, illetve egy amerikai szervezet globális egészségügyi technológiákért felelős igazgatója. Nos, David Bell sorra veszi az IHR, tehát az előbb említett egészségügyi szabályzat tervezett módosításait, amelyek közül nézzük a legsúlyosabbakat. Új bekezdésekben tárgyalják, hogy globális szinten a WHO fellép a félretájékoztatás és a dezinformáció ellen, valamint megjelenik a Közegészségügyi eseményekről, megelőző és járvány ellenes intézkedésekről és tevékenységekről szóló hamis és megbízhatatlan információk terjesztésének megakadályozása a médiában, a közösségi hálózatokban és az ilyen információk terjesztésének egyéb eszközein. Na, ezt a szöveget már nagyon jól ismerjük. Ez magyarra fordítva cenzúrát, méghozzá kőkemény cenzúrát, a szólás szabadság. Korlátozását jelenti. Tehát a WHO felvállalja a szólásszabadság és az információcsere ellenőrének szerepét, miközben működését a Big Pharma támogatásán túl azok adójából finanszírozzák, akiknek a szólásszabadságát ellehetetlenítik. Egy újonnan bekerült fejezetben tárgyalják az úgynevezett Complaints Committee, azaz a szabálykövetési bizottság felállításának szükségességét. Minden tagállamnak fel kell majd állítania egy ilyen bizottságot, amely többek között információkat gyűjthet a tagállam területén, felügyeli, hogy az adott ország hogyan és milyen mértékben tartja be a központi előírásokat, és erről éves jelentést is készít. Szintén új fejezet foglalkozik a digitális egészségügyi útlevelekkel, oltási igazolásokkal. Idézem: A digitális egészségügyi dokumentumoknak olyan lehetőségeket kell tartalmazniuk, amelyekkel a hitelességük egy hivatalos weboldalról való lekérdezés útján például QR kóddal ellenőrizhető. Továbbá ugyanitt a következőket is kimondja. Az e szabályzat alapján hozott egészségügyi intézkedéseket, beleértve a 15. és 16. cikk alapján tett ajánlásokat, valamennyi tagállam haladéktalanul kezdeményezés végrehajtja. A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására is, hogy a területükön belül működő nem állami szereplők is betartsák ezeket az intézkedéseket. Az eddig is hatályban lévő 18. cikkely már tartalmazott utazási korlátozásokra vonatkozó ajánlásokat, védőoltások meglétének igazolását, a gyanús személyeket közegészségügyi megfigyelés alá helyezhetik karantén vagy egyéb egészségügyi intézkedések végrehajtását a gyanús személyekkel szemben, szükség esetén az érintett személyek elkülönítését és kezelését, kontaktkutatást, fertőzés gyanús személy belépésének vagy kilépésének a megtagadását. Nos, ezek eddig ajánlások voltak. Az új 13. cikke értelmében viszont globálisan kötelező érvényűvé válnak majd, mivel az új 13. cikke kimondja, hogy a tagállamok elismerik a WHO-t, mint a nemzetközi közegészségügyi válaszintézkedések irányító és koordináló hatóságát a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet során, és vállalják, hogy a WHO ajánlásait követik, a nemzetközi közegészségügyi válaszintézkedéseik során. Tehát megkövetelik az államoktól, hogy kövessék a WHO ajánlásait az egészségügyi vészhelyzetekben, amelyet egy olyan személy, a főigazgató, ugye a jól ismert Tedros hirdet ki, aki nyitott a magán- és vállalati pénzek széles körülbefolyása előtt. A közegészségügyi vészhelyzet kritériumai szándékosan homályosak és a főigazgató Tedros Gebreyesus mérlegelési jogkörébe tartoznak. Ez a WHO és az államok szerepének elképesztő felcserélése, és egyértelműen megszünteti a szuverenitást. A szuverén államoktól azt követeli meg, hogy rendeljék alá magukat egy külső hatóságnak, amikor ez a hatóság éppen úgy kívánja. Továbbá az alábbi módosításokkal a WHO a fertőző betegségek potenciális, tehát csak feltételezett Megjelenése esetén is vészhelyzetet hirdethet. Idézem: Hogyha a főigazgató az eszabályzat szerinti értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy nemzetközi aggodalomra okot adó potenciális vagy tényleges közegészségügyi vészhelyzet áll fenn, megállapítja, hogy az esemény nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek minősül, a főigazgató a 49. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően értesíti az összes tagállamot, kikéri a 48. cikk alapján létrehozott bizottság véleményét, de nem köteles azt követni. A tervezett módosításoknak köszönhetően megszűnnek a tényleges egészségügyi vészhelyzetre vonatkozó követelmények, miszerint az embereket mérhető kár kell, hogy érje, vagy ennek veszélye kell, hogy fenyegesse. A módosítások megfogalmazása Kifejezetten eltörli azt a követelményt, hogy a károsodásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a főigazgatóság átvegye az országok és az emberek feletti hatalmat. A bizonyítható közegészségügyi kockázat szükségessége megszűnik, és helyébe a lehetséges közegészségügyi kockázat lép. Másodszorban e módosítások értelmében minden országban létrehoznak egy felügyeleti rendszert, amelyre a G20-ak és a világbank. Világjárványra való felkészültségi dokumentumaiban is kitértek. A felügyeleti hálózatot működtető munkaerőnek, amely jelentős és globális lesz, nem lesz más létjogosultságos feladata, mint hogy még több vírust és vírusváltozatot találjon, azonosítson. Finanszírozásuk nagy része olyan magán- és vállalati érdekeltségektől származik majd, amelyek anyagilag profitálhatnak a fertőző betegségek kitörése esetén az általuk előirányzott vakcina alapú védelmi intézkedésekből. Harmadsorban a főigazgatóság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy minden olyan eseményt vészhelyzetnek nyilvánítson, amely az egészségügyhöz kapcsolódik, vagy kapcsolódhat. A WHO hat regionális igazgatója regionális szinten szintén rendelkezik majd ezzel a hatáskörrel. Amint azt a majom himlő járvány kitörésekor láthattuk, a főigazgatóság már most is figyelmen kívül hagyhatja a vészhelyzetekkel kapcsolatos tanácsadásra létrehozott bizottságot. A javasolt módosítások megszüntetik annak a szükségességét, hogy a WHO főigazgatóságának meg kelljen szereznie az adott ország hozzájárulását, ahol a potenciális vagy feltételezett járványhelyzetet, vészhelyzetet azonosítják. Ha ezeket a módosításokat elfogadják, akkor a mások élete felett ellenőrzés gyakorló embereknek nem lesz valódi jogi felügyeletük. Diplomáciai mentességet élveznek minden nemzeti joghatóság alól. Sokuk fizetése olyan magánszemélyek és vállalatok szponzorálásától függ majd, akiknek közvetlen pénzügyi érdeke fűződik az általuk meghozandó döntéshez. Az IHR módosításai alapvetően megváltoztatják az emberek, az országuk kormánya és a WHO közötti kapcsolatot. A WHO-t az egyes emberek jogai fölé helyezik és ezzel az emberi jogokra és az államok szuverenitására vonatkozóan kilakított alapelveket is megsértik. Most láthatjuk, hogy már az IHR módosításai is rendkívül veszélyesek, és mindenre jön még az úgynevezett pandémia szerződés, és ahogy azt már többször idéztem, doktor, Letóha Tamás is alátámasztotta, de gyakorlatilag ez köztudott, hogy ma már laboratóriumokban korokozókat, vírusokat, bármit rá lehet szabadítani az emberekre, úgy, hogy akár egy világjárványt elindítsanak. Hát egy ilyen környezetben ezek a hírek rendkívül aggasztóak. Az pedig még ijesztőbb, hogy a magyar kormány és a teljes magyarországi média hallgat mindenről, ami jelenleg zajlik, ahogy hallgat arról is, hogy mi történt az ENSZ közgyűlésen néhány nappal ezelőtt ezért kell rendkívül éberen figyelnünk az eseményeket, és ajánlom mindenkinek, hogy ha ideje engedi, akkor ne csak ezt a videót nézze meg, hanem olvassa el Szakács Árpád rendkívül érdekes és alapos sorozatát, így már három része jelent meg a magyarjelen.hu-n, és itt a videó alatti leírásban, ezeknek a linkje tehát található, megtalálható, kérem, hogy kövessék ezt a sorozatot is, és legyenek éberek, járjanak úgy a nagyvilágban, hogy azokról a hírekről is értesülnek, amelyeket a média, különösképpen a fősordatú média megpróbál önök elől elrejteni.